Sziasztok! Ez az aranycsapat szerepe a Rákosi korszakban videónak a második része. Ha nem láttad volna az első részt, akkor a videó leírásánál meg tudod nézni, még mielőtt elkezded ezt a mostani videót. Az előző részből megtudhattuk, hogy az aranycsapat folyamatos győzelmi kényszerben játszotta a mérkőzéseit, hiszen Rákosi Mátyás rendszerének legitimációt biztosított az aranycsapat jó szereplése a propagandájuk alapján. Ráadásul a hatalom a játékosok magánéletébe is beavatkozott, és rájuk erőltette az akaratukat. Hidegkuti Nándornak a családja történetét írták át, Cibor Zoltánt pedig kötelezték, hogy jelentéseket írjon Puskás Ferencről. Az aranycsapat többi játékosát is érték kisebb-nagyobb megpróbáltatások a hatalom részéről. Zakariás Józsefet a vesztes VB döntő után soha többé nem engedték, hogy pályára lépjen a válogatottban. Budai Kettő Lászlót, Kocsis Sándort és Cibor Zoltánt pedig kötelezték, hogy a korszak kirakat csapatában, a Budapest Honvédban focizzanak. Így járt az aranycsapat legendás kapusa, Grosics Gyula is. Ő emellett még sok más megpróbáltatást is elszenvedett a rendszertől. Nézzük meg ezeket. Egyház ellenes intézkedések, Grosics Gyula. Grosics Gyula 1926-ban született Dorogon. Apja egy helyi bányász volt. A kis Grosicsot szülei papnak szánták, és vallásos neveltetést kapott. Ezen kívül a helyi foci csapat utánpótlásában játszott. Érdekes, hogy úgy is került kapcsolatba Grosics a dorogi felnőtt csapattal, hogy éppen egy vasárnapi misére tartott 15 éves korában, amikor a Dorognak nem volt kapusa, így odaszóltak neki, hogy védene el velük. A Dorog végül simán megnyerte a mérkőzést, Grosics pedig nagyszerű teljesítményt nyújtott. Innentől elindult felfelé a pályafutása, de ez közel sem volt mindig zökkenőmentes. Ugyanis a rákosi rendszer kifejezetten vallásellenes volt, így bármilyen problémájuk volt a magyar focival kapcsolatban, mindig Grosics volt az elsők között, azok közül, akiket elővettek emiatt. Nézzünk néhány példát erre. 1949 tavaszán Grosics és néhány csapattársa külföldre próbált diszidálni. A kísérletük sikertelen volt, ugyanis az AVH lebuktatta őket. Ezután Grosicsot az Andrássy út 60-ba szállították és megverték. Ráadásul szökési kísérlet miatt 2 évre még a válogatottságtól is eltiltották, hiába védett, már akkor is ő a legjobban az egész országban. Ezt követően folytatta pályafutását és jól védett Dorog utáni klubjában, a Mateuszban is. Fel is figyelt rá a kor sztárcsapatának kikiáltott honvéd vezetősége, és egy katonai behívó kiküldésével meg is kaparintották a játékjogát. Ezután zseniálisan védett, és beküzdötte magát az aranycsapatba is, ahol hatalmas sikereket ért el. Azonban az 1954-es vesztes VB döntő után az ő életét is megkeserítették. 1954 novemberében hazaárulás és kémkedés vágyával majdnem a börtönbe került, és a focitól is el akarták tiltani. Ezután 2 évig meghurcolták, és csak 1956-ban térhetett vissza focizni, de immáron a Tatabánya csapatába. Innen ismét visszaküzdötte magát a magyar válogatottba, részt vett az 1958-as és a 62-es VB-n is. Viszont még ezután sem ért véget a meghurcoltatása, hiszen 1964-ben megegyezett a Ferencváros vezetésével, hogy oda fog igazolni. De a hatalom ezt nem engedélyezte, hiába tartott ekkor már javában Kádár János rendszere. Ezért Grosics fogta magát, és hirtelen felindulásból bejelentette visszavonulását. A demokrácia látszatának fenntartása Bozsik József. Bozsik József 1925-ben született Kispesten. Ott is nőtt fel, és gyerekkori barátja Puskás Ferenc oldalán óriási sikereket ért el, és a világ egyik legjobb középpályásává vált. Mivel Puskás jó barátja volt, ezért Rákosiék kiszemelték propaganda céljukra. Többek között Bozsikkal próbálták a demokrácia látszatát fenntartani Magyarországon, ezért 1950-ben egy lemondott képviselő helyére bejuttatták a parlamentbe. Az 1953-as választási listán is előkelő helyet kapott. Azonban parlamenti képviselőként nem sok mindent tudott tenni az ország sorsáért, hiszen folyamatosan edzésekre, illetve mérkőzésekre kellett járnia. Mégis azért volt szükség Bozsikra, hogy lehessen mutogatni az embereknek, hogy bárki bekerülhet a parlamentbe, mert demokrácia van Magyarországon. A valóságban igazából teljesen mindegy volt, hogy ki is volt az, aki parlamenti képviselőnek mondhatta magát, hiszen az országról szóló összes döntést az MDP politikai bizottsága, és azon belül is csak 3 ember, a trojka végezte el.
Ez a három ember nem volt más, mint Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és a honvédelemért felelős, Bozsikot századossá is előléptető Farkas Mihály volt. A parlamentnek csak az volt a dolga, hogy megszavazza a vezetők utasításait. Azonban Bozsik egyszer mégiscsak megpróbált élni a parlamenti képviselői pozíciójával és befolyásával. Ez 1951-ben történt, amikor egy újpesti focistát, Szűcs Sándort az AVH törbecsalt diszidálás vádjával fogságba vetett és később kivégeztetett. Bozsik József ekkor Puskás Ferenccel és az újpesti Szusza Ferenccel hármasban elmentek Farkas Mihály honvédelmi miniszterhez, és határozottan felléptek Szűcs Sándor érdekében. Azonban sajnos elkéstek, és ekkora már az ítéletet végrehajtották, így Farkas már nem tudott segíteni rajtuk. Szűcs Sándor esete több szempontból is érdekes. A 19-szeres válogatott labdarúgó az Újpest focistája volt, amelyet később Dózsának neveztek el, és a rendőrség csapata lett. Így Szűcs Sándor rendőré vált. A probléma akkor kezdődött, amikor családosként viszonya lett egy férnél névő énekesnővel, Kovács Erzsivel. Ezért nagyon nem tartozott az idilli szocialista munkás képébe. Így Rákosiék őt szemelték ki arra, hogy rajta keresztül fogják majd megfélemlíteni a focistákat és elvenni a kedvüket a nyugatra szökéstől. Folyamatosan zaklatták a szerelmeseket, akik úgy döntöttek, hogy végül diszidálni fognak. Az embercsempészük azonban Kovács József egy AVH-s ügynök volt, így egyértelműen bizonyítható, hogy a hatalom direkt el akarta fogni Szűcsöt, hogy kivégezhesse. 1951. március 5-én Szűcs elbúcsúzott újpesti csapattársaitól. Az AVH-s jelentésében ez a búcsú szó szerint szerepelt, tehát a csapatában is volt besugó. Ráadásul a beépített AVH-s embercsempész meggyőzte Szűcsöt, hogy vigye magával a fegyverét. Azért lehetett Szűcsnek saját fegyvere, mivel a Dózsa a rendőrség alá tartozott, így a játékosok lényegében rendőri titulust kaptak. Ez a fegyvertartás később súlyosbító körülmény lett. A lebukás után Szűcsöt az Andrássy út 60-ba vitték, majd halálra ítélték. Szűcs eleinte nem akarta elhinni, hogy tényleg kivégeznék, hiszen korábban is voltak már magyar játékosok, akik lebuktak diszidálási kísérlet miatt, és egyikük sem halt meg emiatt. Például az aranycsapat egykori védője, Lóránd Gyula 1949-ben próbált diszidálni. Őt is elkapták és internálták egy ideig, azonban Sebes Gusztáv közbenjárására néhány hónap után hazaengedték. Vagy a mostani videóban már említett Grosics Gyulának sem sikerült a diszidálási kísérlete, és őt csak a válogatottól tiltották el. Csak a síralomházban döbbent rá Szűcs Sándor, hogy valójában az életére törnek, és azonnal üzent is a Dózsa csapatkapitányának, Szusza Ferencnek. Szusza a parlamenti képviselő Bozsikkal és Farkas Mihály kedvenc játékosával, Puskással próbálta megmenteni Szűcs Sándort, de sajnos már elkéstek. Mivel barátnőjét, Kovács Erzsit csak 4 év börtönre ítélte a bíróság, így egyértelműen kijelenthető, hogy szándékosan Szűcsöt akarták kivégezni ebben az esetben egy koncepciós perben, és ezzel elvenni a magyar focisták kedvét a diszidálástól. Na de térjünk vissza a Bozsik Józsefre. Az eset után továbbra is parlamenti képviselő maradt, egészen addig, amíg az 1956-57-es szezonban ő is részt vett a Honvéd dél-amerikai túráján, amelyet a pártvezetés nem engedélyezett. Puskásékkal ellentétben ő azonban hazajött Magyarországra, lemondatták képviselői mandátumáról, és megfosztották kitüntetéseitől, viszont továbbra is a válogatott tagja maradhatott. Ő is részt vett az 1958-as világbajnokságon, és ő lett az első futballista, aki 100-szor is pályára lépett a magyar válogatottban. 101 válogatottságával ő lett a válogatott legtöbb mérkőzését játszó csúcstartója, egészen 2016-ig, amikor rekordját megdöntötte Király Gábor, majd pár év múlva Zsuzsák Balázs is. A kivételezett Puskás Ferenc. Puskás Ferenc 1927-ben született Kispesten, egy szegény sváb családba. Születési neve Purcelt Ferenc volt. Édesapja pedig a helyi labdarúgó csapat, a Kispest FC játékosa, majd később edzőjévé vált. Édesanyja pedig varrónőként dolgozott. Puskás szomszédja volt a nála 2 évvel idősebb Bozsik József, akivel életre szóló barátságot kötöttek. Közös szenvedélyük a foci volt. Bozsikkal is ment el elsőként a Kispest utánpótlásához próbajátékra. Már akkor is nagyon tehetséges volt, azonban még túl fiatal ahhoz, hogy legálisan a Kispestben focizhasson.
Így hamis igazolással, Kovács Miklós néven játszott bozsikékkal, és hamar beilleszkedett. Már 16 éves korában bekerült a felnőtt csapatba, és 2 évre rá a válogatottba is. Innen származik az egyik beceneve, az öcsi elnevezés, hiszen a kicsőt se lehetett volna a csapattársainak. Ezután egyre jobb játékos lett, sorra lőtte a gólokat, és nyerte a különböző címeket. A pártvezetés is felfigyelt klasszisára, különösen is Farkas Mihály, honvédelmi miniszter, szimpatizált öcsivel és a játék stílusával. Amikor 1950-ben a kommunisták államosították a labdarúgást, akkor egyből le is csapott Puskás klubjára, a Kispestre, és át is nevezte őket honvédra. Farkas többször is megmutatta, mennyire kedvelte Puskás Ferencet. Sokszor behívta magához, és jó viszonyt ápolt a labdarúgóval. Őrnagyi kitüntetést adományozott neki, hogy több fizetést kaphasson. Innen is származik Puskás másik beceneve, a száguldó őrnagy. Ráadásul 1953. októberében Puskás 50. válogatott mérkőzése előtt megkérdezte öcsitől, hogy milyen ajándékot szeretne. Puskás erre azt felelte, mondtam, én másoknak szívesen kérek, de magamnak nem rendelek. Végül a magyar válogatott a meccsen idegenben 3-2-re legyőzte Ausztriát, Puskás pedig a meccs után kapott egy 12 személyes ezüst evőeszköz készletet és egy perzsa szőnyeget is. Tehát Puskás Ferenc nem csak a magyar csapat csapatkapitánya és sztárja volt, hanem Magyarország harmadik legbefolyásosabb emberének a kedvence és a jó barátja is. Így öcsi sokszor bemert vállalni olyan dolgokat is, amelyekért másokat bőven az Andrássy út 60-ba zártak volna. Nézzünk meg erre 3 példát. 1948. június 6-án a magyar válogatott Románia ellen játszott barátságos mérkőzést, amelyen óriási győzelmet aratva 9-0-ra nyert. Érdekesség, hogy abban a román csapatban is 7 magyar játékos lépett pályára a mérkőzésen. Szokás volt, hogy a győztes mérkőzések után a pártvezetésből valaki bejött gratulálni a játékosoknak az öltözőbe. Egy ekkora győzelem után nem más, mint maga Rákosi Mátyás ment be gratulálni a focistáknak. Beszélgetett egy kicsit Gallovics Tibor szövetségi kapitánnyal, azután menni készült volna. A válogatottban játszott ekkor egy Rákosi Ferenc nevű középpályás, aki Csepelen futballozott. Ő eredetileg Rottenbillerről magyarosította át a nevét Rákosira. Ő is ott ült az öltözőbe, amikor Rákosi Mátyás bejött gratulálni. Puskás Ferenc ekkor úgy döntött, hogy megtréfálja egy kicsit a kommunista vezetőt. Éppen zuhanyzás után mesztelenül állt a zuhanyzóban. Amikor Rákosi Mátyás már éppen menni készült volna, öcsi elkiáltotta magát, hogy Rákosi, adj egy törülközőt! Rákosi Mátyás ledöbbenve fordult hátra, és sokak erejében kissé megfagyott a vér, amikor Rákosi Feri hirtelen kapcsolt, és gyorsan odadobott egy törülközőt Puskásnak. Rákosi Mátyás pedig zavartan visszafordult, és elhagyta az öltözőt. A történet következményeként Rákosi pár nap múlva küldött egy levelet a Csepel vezetésének, hogy Rottenbiller többé nem használhatja a nevét, és így onnantól már csak Rátkai néven focizhatott a középpályás. Egy másik történetben 1952. szeptember 20-án játszott Svájc ellen idegenben a magyar válogatott. A szövetség már egy jó ideje nem fizette ki a játékosoknak a győzelmi prémiumot. A meccs elején Svájc gyorsan 2-0-ás előnyre tett szert. A 30. perc környékén Puskás kiszólt a kispasthoz, és megkérdezte Sebes Gusztáv szövetségi kapitányt, hogy továbbra sincsen pénz a csapatnak a győzelemért. A szövetségi kapitány azt mondta, hogy most lesz. Puskás pedig egymaga még a félidőben kiegyenlített, a második félidőben pedig megszerezték a vezetést, és a magyar válogatott 4-2 arányra győzött. Ezután hangzott el Puskás szájából a kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, futball klasszikus, amit azóta nagyon sokszor hallhattunk a magyar futballban. A harmadik történet is egy válogatott mérkőzéshez köthető. 1956. június 9-én Portugáliában játszott a magyar válogatott egy 2-2-es döntetlent. A találkozót megtekintette a II. Világháború után Portugáliában élő Horthy Miklós is. Ezután Puskás kitalálta, hogy látogassák meg az egykori kormányzót. Ez, ha a hatalom tudomására jutna, akkor nagyon nagy veszélye járhatott volna. Arra viszont nem gondoltak, hogy hogyan szólítsák az egykori kormányzót, mert bármit mondtak volna, azzal vagy ott kotattak volna a meghurcoltatásukra, vagy pedig Horthy Miklós sértették volna meg vele.
Végül Puskás úgy oldotta meg a dolgot, hogy Miklós bácsinak hívta Hortit, és a válogatott egy kellemes délután töltött az egykori kormányzónál. Ezután a mérkőzés után már csak 5 meccset játszott a magyar válogatott játékosaként, azután az 56-os események következtében ő is diszidált. Onnantól kezdve a magyar újságok célpontjává került. Árulónak és amerikai kémnek titulálták a korábbi kedvencet, de az emberek fejéből nem tudta kitörölni a lejárató kampány sem azt a sok sikert, amit Puskás a magyar futballnak okozott. Ugyan a Magyar Futballszövetség még igyekezett megnehezíteni az életét, és elérte, hogy a FIFA 3 évre eltiltsa a focitól az összes magyar játékost, akik diszidáltak. Azonban 1959-ben elvitte a Real Madrid Puskás Ferencet, és egy nagyon sikeres időszakot töltött el a klubban. 3-szor is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, ráadásul az 1960-as döntőben 4 gólt is rugott az Eintracht Frankfurt elleni 7-3-ra megnyert találkozón. Soha senki sem tudott idáig Puskáson kívül mester 4-est rugni BL döntőben. 5-ször spanyol bajnok is lett a Reállal. Érdekesség, hogy Grosicshoz hasonlóan még az 1962-es VB-n is pályára lépett, azonban a spanyol válogatott színeiben. Viszont gólt nem tudott szerezni, és a spanyolok a csoportkörből az utolsó helyen távoztak. Végezetül álljon itt egy idézet Kádár János felszólalásából, amelyet a politikai bizottság 1957. október 9-i ülésén mondott. Kádár így nyilatkozott ekkor. Itt van Grosics. Tényleg egy világklasszis, én nagyon szeretem nézni, ahogyan a pályán mozog, de azért egy mindenki által ismert csempész. Mint mondják, díszmenetben ment vissza a magyar sportéletbe. Ez nem egészséges és tisztességes. Ami Puskást illeti, visszajöhet, de csak mint magyar állampolgár, és nem mint Puskás a csapatkapitány. Míg él, nem lesz többé csapatkapitány. Mint állampolgár, ha vissza akar jönni, tessék. De hogy ilyen embereket diadalmenetben vigyünk vissza a sportéletbe, nem lehet. Saját magunkat köpjük szembe az egész világ előtt. Olyan, mint a Grosics, nincs több nekünk, de közel olyan van legalább 10. Miért kell nekünk a Grosics? Nem azért mondom, hogy dobják ki, nem szól ebbe bele a politikai bizottság, de általában, mint közfelfogás, felvetem, hogy a magyar törvényeket lábbal taposó embereket mi nem ajánljuk. Tehát a Kádár korszak sem sokat javult a magyar focisták helyzete szempontjából, de ez már egy másik történet. Ez volt az Aranycsapat szerepe a Rákosi korszakban videó második része. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, és írd meg kommentbe, hogy milyen tartalmakat néznél még szívesen. Köszönöm a figyelmet!